Folytatjuk a ma estét az M1-en. Továbbra is képtelen kezelni Görögország a Törökország felől érkező bevándorló hullámot. Hónapok óta ígérgetik, hogy rendet tesznek az Égei-tengeri szigeteken, de ennek éppen az ellenkezője történik. Emiatt időnként pánikszerűen hordják át a bevándorlókat szárazföldre, így újabb és újabb csoportok indulnak el észak felé, tehát például a magyar határ felé. És a nagyobb probléma, hogy ennek nem látszik a vége. Vendégünk Deák Dániel, a 21. századi intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok, Dániel! Pont ma jelent meg egy elemzésük erről, az erősödő migráció és az útkeresés éve lesz 2020 Európában címmel. Hát ezek úgy tűnik, hogy azok alapján, ami most Görögországban történik, vagy ami a földközi tenger medencéjében történik Olaszország és Észak-Afrika között, ezek alapján úgy tűnik, hogy ez eléggé evidens. A megállapítás. Igen, ezzel az elemzéssel arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a bevándorlás, ugye a migráció ügye az egy hosszú évtizedeken áttartó probléma lesz, tehát az Európai Uniónak, Európának ezzel a problémával hosszú éveken, évtizedeken keresztül együtt kell élnie. Vannak ciklusok benne, vannak olyan évek, amikor kevesebb migráns jön, pár százezer, de vannak olyan évek, amikor több millió főről beszélhetünk, és ha megnézzük az elmúlt heteknek az adatait, akkor azt láthatjuk, hogy csak a magyar határ hetente nagyjából ezren akarnak átépni illegális módon. Görögországban, Boszniában, Olaszországban is láthatjuk, hogy fontosan fokozódik ez a migrációs nyomás, tehát most ennek a ciklusnak a felfelé ívelő szakaszában vagyunk. Ezért is mondtuk azt, hogy úgy futunk majd neki a 2020-as esztendőnek, hogy egy fokozódó migrációs nyomással kell szembesülni ismét Európában, és a mostani számok mindenképpen azt jelzik, hogy nagyjából a 2015 környéki nyomásra kell majd felkészülni. Ugye azt írják ebben az elemzésben, hogy az Európai Bizottság új elnöke Ursula von der Leyen másképp tekint a migrációs kihívásra. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, hogy azért nem igazán körvonalazódik ebben a pillanatban még az Európai Unióban egyfajta közös megoldás, amely gátat vetne ennek a dolognak. Másrészt pedig ugye azokban a mondhatjuk, hogy magországokban, vagy fontos országokban, ahol a migrációs krízis megoldása gyakorlatilag fontos lenne, vagy akik a migrációs krízis megoldásában fontos szerepet játszhatnának, Olaszországban, Németországban és Franciaországban nem feltétlenül a felé mozognak a dolgok, hogy ezt a migrációs krízist lehetőleg Európa határain kívül kezeljék. Hangsúlyoztuk is, hogy talán ez az utolsó olyan évtized, tehát a 2020-as időszaknak a első fele nagyjából az az utolsó olyan szakasz Európának a időszakában, életében, amikor még tehet valamit. Ugye 21-ben, 22-ben és 23-ban, mind Olaszországban, Németországban és Franciaországban lesz választás. Ott lehet elérni egy olyan fordulatot, amelynek köszönhetően valamilyen változás bekövetkezhet ezekben az országban, és egy bevándorláspolitikai fordulat indul meg. Hangsúlyoztuk, hogy csak akkor van lehetőség egységes európai megoldásra, hogyha ezek az országok, ezek a fontos, meghatározó európai országok is változtatnak a politikájukon. Lehet bárki az Európai Bizottság elnöke, lehet bármilyen vezetés az Európai Uniós testületekben, hogyha ezekben a meghatározó országokban továbbra is bevándorláspárti kormányok lesznek hatalmon, akkor összeurópai szinten nem lehet megoldást sürgetni, és ez azért is fontos, mert ahogy írtuk, az ENSZ, a Világbanknak a jelentései alapján minimum 150 milliós tömegre lehet felkészülni 2050-ig, de az ENSZ akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogyha a klímaváltozás kedvezőtlen fordulatot vesz nagyon sok kontinensen, Afrikában, a közel-keleten, akár 1 milliárd főre is emelkedhet a migránsoknak a száma, tehát nagyon sok bevándorlóra kell felkészülni, és Ursula von der Leyen erre hívta fel a figyelmet, hogy ez nem csak egy időszakos, egy pillanatnyi probléma, amit egyik évről a másikra lehet kezelni, hanem ez egy hosszú, több évtizedekig velünk lévő probléma, és ez egy szemléletmódbeli váltás, hiszen azért Jean-Claude Junckertől ilyen mondatokat nem hallhattunk. Ez nyilvánvaló így van, ahogy mondta, és az ENSZ-nek kétségtelenül apokaliptikus a víziója, de rendkívül reálisnak tűnik mind a klímaváltozás, mind pedig a migrációs válság esetében. De hát azért automatikusan felvetődik a kérdés 2021-2022, ugye 21 Németország, 22 Franciaország, 23 Olaszország, nem lesz késő?
gondoljunk abba, hogy gyakorlatilag hónapok alatt lebontották azt a menekültügyi rendszert, amelyet az előző olasz kormány, aki egyébként ugye a Liga és az Öt Csillag Mozgalom kormánya volt, az fölépített. A Salvini belügyminiszter elképzelései röpke három hónap alatt Mattarella elnök ügyes hozzájárulásával és segítségével megszűntek. Bizonyos országoknak már mindenképpen késő, tehát nagyon sok nyugat-európai, dél-európai ország bevándorló országgá vált, ott olyan arányt ért már el a bevándorlók vagy a bevándorló hátterű személyeknek a száma, hogy ezen már gyakorlatilag nem lehet változtatni, itt csak meg lehet állítani ezt a folyamatot, lassítani lehet ezt a folyamatot, de ugye Közép-Európában, Kelet-Európában ez a negatív tendencia, amit nyugat-európai országban tapasztalhatunk, az még nem következett be, tehát össze-európai szinten lehet kezelni ezt a problémát, lehet megoldásokat találni. Mindenképpen a kitoloncolás és a határvédelem az, amit össze-európai szinten kéne fölemelni. 23 az még egy olyan dátum lehet, hogyha ezekben az előbb hangsúlyozott országokban bekövetkezik egy fordulat, amellyel el lehet azt érni, hogy össze-európai szinten azért megállítsuk ezt a folyamatot. Van még egy nagyon fontos téma, amit említenek ebben az elemzésben, és mindenképpen beszélünk erről, bár kevés időnk van hátra. A geostratégiai helyzet, Európa geostratégiai helyzetének a gyengülése. Ugye Ukrajnát említik, ami egyértelműen orosz és amerikai befolyási zónává kezd válni, mint a legfontosabbat, és lehetőséget látnak ugyan Balkánban, de ott is az orosz, elsősorban Szerbiában, a kínai, például Görögországban, vagy pedig az arab befolyás, Szaúd-Arábia befolyása a kisállamokban, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia egyre jelentősebb, és hogyha ezt tovább folytatjuk, akkor láthatjuk, hogy Romániában is elég komoly amerikai befolyás van, pedig Európai Uniós tagállam. Tehát Európának az a súlya, amit a történelemben kiharcolt magának, az mintha eltűnni látszana. Ez pedig óriási veszélyeket rejt magában. Igen, tehát mit láthatunk, hogy a közvetlen szomszédságában az Európai Unió nem képes a saját érdekeit képviselni, sőt, még arra sem képes, hogy megfogalmazza az érdekeit, tehát a Balkán kapcsán mind a mai napig nem tudjuk, most akarjuk-e a bővítést, nem akarjuk a bővítést, hogyan akarjuk, miként akarjuk, tehát először talán az új Európai Bizottságnak meg kéne fogalmazni azt, hogy hol van Európának a szerepe, és hova akarunk eljutni. A geopolitikai szerepnek az erősítése az mindenképpen fontos, hogy kellene, hogy legyen, és ez mindenképpen szomszédságpolitika kell, illetve biztonságpolitika, katonapolitika erősítése. Várhelyi Olivérnek megfelelő befolyása lehet ebben az ügyben? Nem lehet, hogy ő is kénytelen lesz gúzsba kötve táncolni? Neki mindenképpen kiemelt szerepe lesz ebben a kérdésben, és neki az lesz a feladat, hogy az Európai Bizottságot minden eszközzel arra sarkalja, hogy a szomszédságpolitikát és a bővítéspolitikát az egy nagyon fontos prioritását tegyék. Hát reméljük, hogy sikerül majd. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen is.